favorit tesztelem 2020-ban alakult, 2021-ben már megkaptuk az FCI minősítést, ennek hatására ugye több országból ide kerültek a galambok, várhatók is és jelentettek is már előre galambokat. Itt láthatók a dúcok, minden egyes dúc úgy lett megépítve, hogy 140 ülőke van benne, ez 125 galambáj elhelyezésére alkalmas. Fontosnak tartjuk, hogy a veszoktatásnál minél kevesebb fiatal vesszen el, ennek érdekében szakaszosan tudjuk kiengedni a galambokat, és az egészségügyi állapot is sokkal kontrolláltabban ellenőrizhető. Március 1-e óta folyamatosan érkeznek a galambok, június 15-éig van lehetőség nevezni a telepre. Egy csapat galamb 75 ezer forint, 6 darab galambból áll. Ezek a galambok 5 úton fognak részt venni, 2 belföldi út és 3 darab külföldi utat szervezünk nekik, amiből a harmadik út a záróverseny, ami Beneszov felengedési pontot takarja, ami a telepnek 431 kilométert jelent. Különös figyelmet fordítunk minden egyes útnál az időjárási körülményekre, amit folyamatosan napra készen figyelünk, ezért a kiírt időpontok változhatnak. Fontosnak tartjuk a fiatal galambok egészségvédelmét, melyben dr. Schindler Gábor is segítséget nyújt. A telepre érkező galambok egy orvosi vizsgálatnak esnek alá, melynek eredménye alapján kezeljük őket. A záróverseny időpontja szeptember 4-e, ahol gyönyörű családias környezetben mind a felnőtteknek és a gyerekeknek rendezünk programokat. Horgászverseny, főzőverseny, gyermekeknek légvár és pónirvaglás lesz biztosítva. Ezen a napon a záróversenyen érkezett galambok közül, aki szeretne nevezni egy 2 héttel később megrendezésre kerülő extra hosszú távú útra, itt lesz lehetősége, ami egy 500 km feletti verseny. Ezen a versenyen 50 galamb részvétel esetén a nevezési költség 80%-a kiosztásra kerül. A záróverseny és az extra hosszú távú utat teljesítő galambok a Live Pigeon oldalán kerülnek értékesítésre.